A következőben a 1T-szer éjjel mínusz alfa T-jelnek, illetve a koszinusz és szinuszos jeleknek a Laplace transformáltját fogjuk meghatározni a definíciós összefüggés alapján. Tehát kész leszünk ezzel, ezzel, illetve ezzel. Azért veszem őket egy kalap alá, egy videóban, mert nagyon hasonlóak. Most az 1T-szer éjjel mínusz alfa T-jel, tehát alfa nagyobb nulla esetén egy belépő és exponenciálisan csökkenő jel, ahogy azt már megszokhattuk, mert ez nagyon sokszor előfordul az exponenciális függvény, tehát erről van szó. Erről a jelről. Impulzus válasz ilyenekből tevődik össze, tehát emiatt nagyon fontos, hogy ezzel a jellel foglalkozzunk. Definíció szerint tehát integrál nullától végtelenig. A mínusz nullát azért nem írom ki, mert a jelben nincs Dirac delta, nem kell ezt külön tehát jelezni. Az 1t-t azt fel sem írom, mert nulla végtelen tartományban az 1t az azonosan 1. A jel tehát e ad mínusz alfa t, e ad mínusz st dt. Ezt a kettőt össze lehet vonni, azt fogjuk kapni, hogy integrál nullától végtelenig e ad mínusz alfa plusz s t dt. Ennek a primitív függvénye pedig már megszokhattuk, hogy majd az alakját, hogy e ad mínusz, úgy írom, hogy s plusz alfa t osztva mínusz s plusz alfa. Az s-et írom előre. Ha végtelent helyettesítek, akkor azt kapom, hogy ez e ad mínusz végtelen, ami nulla, mínusz. Ha nullát helyettesítek a t helyére, e ad nullát fogok kapni, ami 1. És s plusz alfa negatív előjele van a nevezőben, a végeredmény tehát 1 per s plusz alfa. Tehát valóban az e ad mínusz alfa t-jelnek 1 per s plusz alfa a Laplace transformáltja. Ennyi. Az e ad j omega t-nek és az e ad mínusz j omega t-nek nagy szerepe van a koszinusz és a szinuszos jelek felírásában. Most annyit fogok tenni, hogy az alfa helyére itt a j omegát és a mínusz j omegát fogom tenni. De mindenféle levezetés nélkül, mert a levezetés ez teljesen formális lenne, itt az alfa helyében szerepelne ez a két kitevő. Itt azt fogunk kapni, hogy 1 per s, csak meg kell gondolni az előjelet. Ugye itt plusz j omega van, itt mínusz alfa. Mínusz alfa itt plusz alfát eredményezett a nevezőben, tehát ez s mínusz j omega lesz. Ezek szerint ez 1 per s plusz j omega. Nyugodtan gyakorlásképp be lehet helyettesíteni, és ezt az összefüggést végig lehet vezetni, ezt a kettőt fogjuk megkapni. A koszinusz, ezek felhasználásával aztán a koszinuszos függvény úgy áll elő, hogy Laplace transformáltja annak, hogy 1t szorozva a sokat emlegetett azonosság e ad j omega t plusz e ad mínusz j omega t per 2. A szinuszos függvény pedig Laplace transformált 1t e ad j omega t mínusz e ad mínusz j omega t per 2j. Tehát ezeket az azonosságokat fogjuk használni. Az e ad j omega t, ez tartozó függvény 1 per s mínusz j omega, tehát 1 ketted, ezt a kettest ne felejtsük el, 1 ketted 1 per s mínusz j omega, és plusz, szintén 1 ketted, az e ad mínusz j omega t-nek a Laplace transformáltja 1 per s plusz j omega. Most ezt közös nevezőre kell hozzuk. A közös nevező pedig s mínusz j omega szorozva s plusz j omega. Ezt kiírom ide, bár már egyszer megtettük egy nagyon hasonló formulában, de ezt nem árt ismételni, mindjárt is mondom is, hogy miért. Tehát ez úgy van felírva, hogy a plusz b szer a mínusz b, ez a négyzet, mínusz b négyzet. Csak a b az a j omega. Vagyis s négyzet, mínusz j négyzet, omega négyzet. A j négyzet az mínusz 1, ezért ez s négyzet plusz omega négyzet. De nagyon fontos, hogy ez az előjel itt pozitív. Vagyis s négyzet plusz omega négyzet a nevező, és a kettes, azt nem szeretném elfelejteni, ide írom mögéje,
És ugye keresztbe szorzunk, tehát ezzel az s plusz i omegával ide, az s minusz i omegával ide, a végeredmény s plusz j omega plusz s minusz j omega. J omegával lehet egyszerűsíteni, ez látszik. Az lesz a számla, hogy 2s, a 2s-et 2-vel elosztom, s-et kapok végeredményül, s per s négyzet plusz omega négyzet. Ez tehát a Laplace transformátja a belépő koszinusz omega t-jelnek. A színusz nagyon hasonlóan, 1 per 2 j, e ad j omega t következik, 1 per s minusz j omega a Laplace transformátja, mínusz, ugye a negatív előjel itt van, 1 per 2 j, és 1 per s plusz j omega kerül ide. Közös nevezőre hozzuk, nagyon hasonló az előzőhöz, s négyzet plusz omega négyzet, 1 per 2 j. A keresztbe szorzás úgy történik, hogy s plusz j omega. Itt vigyázni kell az előjele, mert mínusz, s, és a mínusz j omegát, mínusz egyel beszorozva plusz j omegát fogunk kapni. Az s fog itt kiesni, a számláló tehát 2 j omega, a 2 j-vel lehet egyszerűsíteni, azt kapjuk, hogy omega per s négyzet plusz omega négyzet. Tehát Fourier transformációnál, vagy a Fourier transformáció előtti színuszos jelekkel való számolásnál az volt a feltételezés, hogy a koszinuszos, vagy éppen a színuszos jel az nem belépő, tehát nagyon régóta a rendszer bemenetén van, a tranziensek már lecsengtek, és csak és kizárólag a stacionárius állapotbeli számítást tudtuk elvégezni, és a tranzienst nem. Ha valakinek szüksége van a tranziensre egy színuszos-koszinuszos jel esetében, akkor célszerű a Laplace transformációt választania, és ezzel a transformáltal számolni a hogyanját, azt a későbbiekben fogjuk megbeszélni. Tehát még egyszer, hogyha tranziens számításra van szükség, és nem akarunk konvolúcióval dolgozni, tehát időtartománybeli leírási technikákkal, differenciál egyenletet megoldani, vagy éppen integrálni, akkor célszerű a Laplace transformációt választani, a Laplace transformációs táblázatból kinézni azt a jelet, amelyre a tranziens számítást szeretnénk elvégezni, és a számítás menetét ebben a videósorozatban megtanultak alapján lehet elvégezni. Tehát most kiszámoltuk ezt a függvényt, ezt a függvényt, ezt a függvényt, és még hátra van az 1T-szer T függvényt.